Fix TV Restart, szevasztok, köszöntelek benneteket. Ez itt a televíziónk informatikai műsor, én a Vendi vagyok, és szokás szerint ugye az elkövetkező egy órában hát IT témákat boncolgatok. Első körben ugye a legfrissebb IT újdonságok érkeznek hírek formájában, aztán utána jöhetnek hozzászólások, kérdések. A Facebookon nézhetőek vagyunk élőben, illetve a Twitchen is, facebook.com/fixhd, kövessetek minket, illetve a Twitchen pedig twitch.tv/fixtvrestart címen vagyunk elérhetőek. A Skype, illetve telefon is működik a műsor alatt, ezeket is lehet használni. Természetesen a hírek után én bele is vágok, csak meg kell keresni, hogy hova tettem a híreket. Mit történt, Gábor? El ne vérezzél itt nekem adás alatt, mert nem tudok ilyenkor segíteni, hogy venné az ki magát. Meg így befolyik így a képernyőbe, így a... Na, mindegy. Illetve hát nem mindegy, jobbulást kívánunk. Beverted a kezed, vagy mit csináltál? Elég rendesen. Igen. Hát nem csodálom. Hát mert kapkódol, ne kapkodjál, bibis Gábor. Csak nyugodtan. Nem bibiskedünk itt. Ne bibiskedjél a bibiddel. Na, kezdjük akkor a hírekkel, jó? Bátran, nyugodtan hozzá lehet már most szólni. Kezdődik az IFA kiállítás hamarosan Berlinben, természetesen, de hol máshol kezdődne. És hát nagyon nagy újdonságokra lehet számítani, például a Huawei Kirin 990-es lesz az első nagy meglepetés. Ugye sokat hallottunk már róla, hogy a Huawei piacra dobja a legfrissebb csúcslapkáját, és hát gyakorlatilag órákkal a Qualcomm saját kínótja előtt fogja még mindezt megtartani, méghozzá nyitóbeszéd keretében. A Huawei fogyasztói üzletágának ügyvezetője Richard Yu fogja tartani a 2019-es IFA kiállítás nyitóbeszédét, vagy IFA igazából a hivatalos, de nevezzük csak IFA-nak, ha már Németországban van. A kiállítás nyitó beszédét, tehát amely egyben a Kirin 990-es csúcslapka bemutatója is lesz, szeptember 6-án, azaz két nap múlva kerül erre sor, órákkal a Qualcomm saját kínótja előtt, amely ugye az 5G-re fókuszál. A Berlinben a Huawei a fejlődés újragondolására koncentrál, eközben a beszéddel egyszerre Kínában is tartanak egy rendezvényt, annak a címe pedig újjáépítés lesz. A Kirin 990-es a várakozások szerint integrált 5G-s modemet fog kapni, vagyis nem lesz szüksége külön modemre. A lapka készlet ugye a Huawei Mate 30, illetve Mate 30 Pro modellek alapját fogja képezni, amelyek szeptember 19-én fognak majd debütálni, szintén Németországban, csak nem Berlinben, hanem Münchenben fognak ezek a készülékek elsőként bemutatkozni. Az új lapka 7 nanométeres technológiával készült, és az első SoC lehet, amely Cortex A77-es processzor magokkal érkezik, és amely 20%-os teljesítmény növekedést ígér. Állítólag a GPU 50%-kal is takarékosabb lehet, mint a Kirin lehet, és a Kirin 990-es lesz az első Huawei lapka, amely külön 4K 60 FPS-es felvételt is támogat majd már hardveresen. Azért az nem rossz. Én azt gondolom, hogy 4K-ba lehet majd videózni a Mate készülékekkel, és 60 FPS-be, tehát ugye a 30 FPS-t már azért eddig is támogatták. Itt a 60 FPS az, ami az újdonság ebbe a történetbe. Hát kíváncsian várjuk, mint ahogy egyébként magát az IFA kiállítást is, hiszen nagyon sok gyártó itt is ugye az őszi nagy bemutatót itt fogja megtartani. Ahogy már korábban szintén szó esett róla, bemutatkozik újra a Samsung összehajtható telefonja, ugye a Fold is, szintén az IFA eseményen debütál újra a Galaxy Fold. A kiállítások szeptember 11-én kezdődhetnek, és hát gyakorlatilag, de már most 6-án ugye lesznek nagy bejelentések. Körülbelül 5 hónapja, hogy visszahívta a piacról a Samsung Galaxy Foldot a cég, az összehajtható mobilok rajongói azóta is csak remélhették, hogy végül mégis megjelenik a termék. Úgy néz ki, hogy a várakozásoknak vége, a dél-koreai
gyártó az információk szerint szeptember 6-án az IFA kiállításon egy speciális esemény keretein belül mutatja be újra összehajtható mobilját. A készülék kiszállítása a hazai piacon mindenképpen szeptember 11-én indul el. Even Bless pedig úgy tudja, hogy szeptember 27-én válik elérhetővé majd a boltokba. A Samsung hivatalosan csak annyit mondott korábban, hogy szeptemberben dobja piacra a Galaxy Foldot, végül is a 27-e is még éppen, hogy szeptember. A Tizenhelp úgy tudja, hogy a Galaxy Fold csak korlátozott darabszámban lesz elérhető. Dél-Koreában összesen 2500 darabot szórnak szét. Szolgáltatónként 3-400 lehet a készlet. Figyelembe véve a horrorisztikus vétel árat, az egyáltalán nem csoda. A Samsung az eredetileg felmerült problémákat elvileg kivétel nélkül orvosolta, így hamarosan a tesztelőkön a sor, hogy újra megnézzék, hogy vajon hogyan rakta össze az új modellt a gyártó, vajon megint a kezükbe marad-e. Egyelőre hát ilyen kis promóciós képet tudunk róla mutatni, hogyha valakit érdekel, esetleg kicsit bele is nagyítok, csak hogy minél jobban lássátok ti is. Azt mondja, felirat le, itt hagytak a kollégák, és akkor így bevágom nektek. Tehát így fog kinézni a Galaxy Fold készülék, ugye kinyitva, azt összecsukva olyan kis nyomotka, nem? Olyan vékonka lesz. Meglátjuk. Minden esetre kíváncsian várjuk, hogy most már végre megjelenjen, ugye bár. Hát az árat venni úgyse fogunk belőle, mert az ára az megfizethetetlen, de legalább a boltokba kerül, és az idén tényleg a piacra dobják. Jó. USB 4, kérem szépen, kész a szabvány. Akár 40 gigabit per másodperces sebességre is képes lehet az USB 4, véglegesítették a szabvány specifikációját. Itt az USB protokoll legújabb verziója, amely az ígéreteknek megfelelően akár 40 gigabyte per másodperces adatátviteli sebességet is támogat, feltéve, ha a megfelelő kábelt használunk hozzá. Ez az érték a duplája az USB 3.2-es elméleti maximumának. A USB Implementers Forum kiadta az USB 4-es végleges specifikációját, vagyis a következő hónapokban már jöhetnek az első olyan eszközök, amelyek ezt támogatják. Szerencsére az USB 4 visszafele teljesen kompatibilis, akár a régi USB eszközök is rádughatók, tehát USB 3-as, 2-es, a 3-asnak az összes szabványa, ugye abban most már sokféle van, és természetesen akár régi kábelt is rá lehet dugni, csak akkor nem lesz akkora a sávszélesség. Az új hardverek lassabban fognak majd dolgozni, hogyha nem megfelelő minőségű kábelt használ az ember. Amennyiben az eszközön nincs USB-C port, akkor az adapter használatára lesz szükség, ugyanis ez is USB-C csatlakozású, tehát Type-C is. A legnagyobb változtatást mégis azt jelenti, hogy az USB 4 már magába foglalja Thunderbolt 3-as technológiát is, ami az Intelnek hála már jogdíjmentesen is használható. Ennek köszönhető egyébként a 40 GB per másodperces adatátviteli sebesség, USB-n keresztüli videó kimenet natív támogatása, 100 wattos energiaellátás mellett is megvalósítható lesz USB-C-n keresztül. Ugye hát az eddig is megoldható volt, hiszen ugye a laptopok, az újabb laptopok, amelyek már mondjuk USB-C-s csatlakozással vannak ellátva, azoknak a nagy része ezen keresztül tölthető is. Ugye például a különböző dokkoló egységek, amiket hozzá lehet a laptopokhoz lehet vásárolni és hozzá lehet kötni a gépekhez. A dokkolón keresztül, ugye ha a dokkoló áram alá van helyezve, már pedig annak is kell külön áramforrás, akkor hozzá csatlakoztatva a laptophoz, a laptopot már nem kell töltőre dugni, hanem az USB-C-n keresztül képes árammal ellátni a laptopot. Ha nem is feltétlenül tölteni, de egyébként tölteni is tudja némelyik gépet, de árammal ellátja, tehát ha le van merülve a laptop és rádugod, akkor áramellátást azért biztosít neki, még ha nem is feltétlenül tölti, de egyébként tölti, csak lehet, hogy nem olyan gyorsan, mint mondjuk a gyári töltője. Ez ugye a teljesítménytől függ, a teljesítmény felvételtől. Reméletleg az USB 4 nem csak prémium extra lesz a jövőben, hanem tényleg minden eszköznél átváltanak majd erre a gyártók, van erre esély, sőt, hát gyakorlatilag gondolom én mindenkinek érdek, hogy minél gyorsabb legyen az adatkapcsolat, illetve hát a különböző mai eszközök, például akár a dokkolók a csatlakoztatásának lehetősége mellett, ez azt gondolom, hogy kell is. Megérkezett az Android 10-es verziója, kérem szépen.
egészen pontosan a Google európai idő szerint tegnap este bejelentette, hogy elkészült és letölthetővé tette a jól ismert okostelefonos operációs rendszerének legújabb verzióját. Az Android 10 többek között a Dark Mode-dal, a kézmozdulatlapú navigációval, valamint a korábbiaknál erősebb adatvédelmi funkciókkal érkezik. Ezen kívül az új rendszer a Windows Update-hez hasonlóan közvetlenül a Google szervereiről tudja letölteni a biztonsági foltokat a komponenseihez, így a frissen felfedezett biztonsági rések gyorsan lezárhatók, és nem szükséges arra várni, hogy a gyártók, meg esetleg az operátorok átfussanak rajta, és maga a rendszer egy új verziójaként elérhetővé váljanak a készülék tulajdonosok számára. Tehát magyarul úgynevezett kumulatív frissítésként bármelyik készülékre feltehetők lesznek az Android biztonsági frissítései. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ha frissülni fog minden telefon, ami támogatja az adott operációs rendszert. Ugye ez a 10-estől érhető csak el, tehát egyelőre ezt majd azok fogják tudni csak kihasználni, akik majd már az Android 10-et használják. Hát jelenleg ugye csak a saját készülékek kapják meg első körben. Ez a gyártókon múlik, hogy mikor véglegesítik a saját változatukat és teszik elérhetővé. Nagyon bízunk benne, hogy ez most már egy kicsit gyorsabb folyamat, legalábbis a tavalyi, illetve az idei évben a 9-es Androidot tekintve, ugye tegnap pont beszéltem róla, azért kicsit gyorsabban terjed most már az Android, mint korábban. Bízunk benne, hogy a 10-es még gyorsabban fog terjedni. A Google ezen kívül továbbfejlesztette az értesítési rendszert is egyébként az Android 10-ben, amiben így más bizonyos műveletek, például a videók nézése vagy a telefon zsebbe hordása közben megakadályozható, hogy azokat bizonyos, kevésbé fontos értesítések megzavarják, és csak akkor fognak azok megjelenni, amikor a felhasználó előveszi a készüléket, vagy kilép az adott alkalmazásból. Tehát lehet személyre szabni majd gyakorlatilag, hogy melyik értesítések a fontosak, vagy kevésbé fontosak, ezt mindenkinek saját magának kell beállítani. Az új Android 10-et a Google Pixel telefonjainak tulajdonosai már most tölthetik, de várható lesz, hogy az elkövetkező hónapok során a többi gyártó készülékeire is elérhetővé válik majd az Android, és hát ehhez mérten, mert sokan kíváncsiak voltak rá, hogy hát ugye most nem kapott desszert nevet az új Android, legalábbis hivatalosan nem, hogy ilyenkor vajon mi lesz a Google főhadiszállásán, milyen szobrot fognak készíteni az új rendszernek. Nos, hát konkrétan nem egy incsiklandó finomságot ábrázol ezúttal a szobor, hanem nemes egyszerűséggel csak egy 10-es számot mintáz, bár az aljában azért az Android kabala figurát képező zöld robot fejének egy részlete megbújik. Itt meg tudom nektek mutatni, hogy nagyjából hogy néz ki a szobor. Ugye, ahogy itt írják is, az új szobor jelentősen eltér az eddigi kiállított társaitól. Így néz ki tehát a 10-es szobor. Egy nagy 10-es benne az Androiddal, szerintem semmi extra. A 11-esnél majd már bajba lesznek, hogy hova tegyék az Android fejet, hogyha nem találnak ki neki valamit, de egyelőre így néz ki a történet. Úgyhogy ennyit erről. Ebben a hírben ennyi van, úgyhogy ezen menjünk tovább. iPhone, kérem szépen. Apple-ös vizekre vezünk. Sokan azt sejtik, hogy olcsó iPhone érkezik hamarosan. Az Apple még 2016 tavaszán dobta ugye piacra az Apple iPhone SE készülék, névre hallgató készülékét, ami az iPhone 5S dizájnját használva nyújtotta, nagyjából ugyanazt a hardvert, mint akkor a csúcsnak számító 6S gyártó szerelt bele gyakorlatilag. Egy évvel később a készülék kapott egy újabb kiadást is, ami az elődeinél nagyobb tárhelyen volt felvértezve. Az Apple egyes források szerint mintegy 40 millió példányt értékesített a készülékből, és a 2017-es változat megjelenése óta minden évben felröppen a pletyka, hogy jön az újabb olcsó iPhone, ugye az iPhone SE Second Edition, vagy nem is tudom, mi a ez volt a rövidítésnek a neve, Second Edition, mindegy SE, és lesz folytatása. Nincs ez másképp most sem, mindenki szeptember 10-ére koncentrál, amikor is az almás cég hivatalosan lerántja a leplet majd az új iPhone-okról, az iPhone 11-es szériáról, és a beszámolók már is arról szólnak, hogy 2020 tavaszán az Apple most
most már tényleg a piacra dobhat egy új iPhone SE-t, ami egy a 2018-as iPhone 8-hoz hasonlóan 4,7 hüvelykes telefon lesz, LCD kijelzővel, de a 2019-es modellek hardware komponenseivel. Hát, amik megmaradtak a gyárba, gondolom én is. Nem összekukázzák aztán, mint a virsli, nem? Meg a szafaládé, azok ilyenek, nem? Tehát, hogy a normális a felvágottaknak a maradékai belekerülnek, aztán újra értékesítik, újra csomagolják, mert valami ilyesminek kell elképzelni az elsőt is. Természetesen most csak szívom a vérét itt a cégnek, mert azért nem ilyen egyszerű, tehát nem olyan rossz az a telefon, de kétségtelenül ugye az olcsóbb középkategóriát célozza meg, mondjuk így. Elemzők szerint az almás cégnek főleg azért is lenne szüksége egy olcsóbb 300-400 dolláros készülékre, azért ne essünk túlzásban, annál azért szerintem drágább lesz, mert az olyan kiemelt fontos piacokon, mint Kína vagy India folyamatosan alul marad az olyan olcsóbb készülékeket is gyártó gyártókkal szemben, mint a Huawei, a Xiaomi vagy a Samsung, ugyebár. A cég piaci részesedése ráadásul nem csak ezekben az országokban romlik, de Európában is. Egy friss jelentés szerint az Apple már világszinten is visszaesett a negyedik helyre a legnagyobb gyártók között. Azért az elég durva, gondolom a Xiaomi előzte egyébként akkor be. Mert ugye hát ha negyedik gyártó, ugye tegnap is, meg rendszeresen beszélünk róla, hogy mi a sorrend, eddig ugye az volt a sorrend, hogy Samsung, Huawei, Apple. Aztán itt a Huawei botrány miatt azért az Apple visszavette a második helyet, de ezek szerint most meg már kiderül, hogy a negyedik helyen van, akkor jobban megsínlette gyakorlatilag az Apple ezt a visszaesést, mint a Huawei a szankciókat. Az azért elég erős, hogyha a negyedik helyre sikerült visszaesnie. Úgyhogy ha valakinek van egy friss táblázata az éppen aktuális eladásokról, akkor azt ossza már meg velünk, de ezek szerint, itt a cikk szerint a negyedik helyen van, ami persze ne vegyük készpénznek, mert lehet, hogy csak a cikkírója véli ezt így. Facebook, illetve az arcfelismerés egy újabb fontos kérdést tesz fel a Facebook nekünk hamarosan, és hát nem mindegy, hogy mit válaszolunk, tehát mindenki figyeljen oda majd erre a kérdésre. Mark Zuckerbergék még 2011-ben vezették be azt a technológiát a Facebookon, ami a fotókon magától képes felismerni a felhasználókat. De a funkció a megjelenését követően hamar nagy port kavart, és sok komoly ellentáborra talált Európában. A németeknél egyenesen illegálisnak bélyegezték, aminek következményeként az öreg kontinensen, azaz Európában egy időre el is tüntették ezt a megoldást a legnagyobb közösségi oldalról. Mára egyébként már újra fent van rajta, és bőszen fölajánlja a felhasználókat megjelölésre egy adott képen, tehát olyan gyönyörűen fölismeri, hogy ki van a képen, mint annak a rendje. Másfél évvel ezelőtt élesítették újra a funkciót, ami automatikusan képes megjelölni az embert mások feltöltött képein, természetesen, hogyha valaki engedélyezi ezt, mert ha nem engedélyezed az idővonaladon, hogy téged megjelöljenek, illetve hát a beállításait között, akkor nem tudnak megjelölni. Tehát a funkció kikapcsolható, viszont ennek ellenére továbbra is sokan támadják az oldal arcfelismerős technológiáját, és az adatkezelés terén az utóbbi időben több botrányon is átesett közösségi szolgáltatónál most ennek hatására úgy döntöttek, hogy kikapcsolják az eddigi alapértelmezetten bekapcsolva futó lehetőséget, és csak azoknál fogják engedélyezni, akik erre konkrétan engedélyt adnak. Tehát ez egyfajta ilyen óvintézkedés. Utóbbiról egy kérdés formájában fog majd tájékozódni a Facebook, méghozzá az elkövetkezendő napokban, ahogy egy videón is ezt már lehet látni, az értesítést követően az oldal tájékoztatást nyújt majd az adatgyűjtésről, majd magyarázatot nyújt az illetően, hogy mi történik, ha beilletve kikapcsolva van ez az említett funkció, habár az oldal által megfogalmazott szöveg azt sugallja, hogy az arcfelismerés a felhasználók védelmét szolgálja, azért a válasz előtt érdemes elgondolkodni azon, hogy mennyire jó ötlet engedni a közösségi oldalnak, hogy mintát készítsen és tároljon az arcunkról, és azt a háttérben szabadon használhassa. Mutatom a videót szerintem. Jó, egy nagyon rövid kis videóról beszélünk, úgyhogy gyorsan megmutatom nektek, így kezdődik. Tehát itt az értesítés maga, Face Recognition Settings, ez fog így előjönni. Ugye ez itt angolul van, de lehet, hogy ez majd magyarul fog nálunk ugye működni, és akkor ugye bekapcsolod, vagy pedig kikapcsolod, ennyi lesz az opció, és onnantól kezdve mindenki majd eldöntheti, hogy ki vagy bekapcsolja ezt a funkciót. Alapértelmezetten most be van kapcsolva, de ezt nem sokára kikapcsolják.
vagy már lehet, hogy kikapcsolták. A lényeg, hogy alapértelmezetten a kikapcsolt állapot lesz az alapértelmezett, tehát nem senki nem lesz bekapcsolva, te adhatsz rá engedélyt, ha mégis úgy gondolod. Jó? Jó. És ha már arcfelismerés, azért van ennek egy elég érdekes része is. Kínába utazunk egy picit. Van, ahol már bankkártya és telefon sem kell, egyszerűen az arcunkkal fizethetünk a boltban. Valahol, hát, ha valahol, hát Kínában könnyen működésbe léphet az a rendszer, ami arcfelismeréssel engedi fizetni az embereket. Az országban egyébként is aktívan működik már több helyen a folyamatos megfigyelés ugye az utcai kamerák segítségével. 2020-ban élesben is beindul viszont a kreditprogram Kínában, aminek már 5. éve zajlik a kötelező kísérleti szakasza. 0-24 órában fogják megfigyelni a lakosokat az utcákon felszerelt okos kamerákkal, és a cselekedeteik alapján úgynevezett pontszámokat fognak osztogatni az emberekre, ami majd megmutatja, hogy mennyire jó állampolgárok. Kissé ilyen utopisztikus dolog ez, de ez jövőre elindul, tehát nem annyira utopisztika, hanem tényleg, vagy utópia, hanem inkább ez már maga a valóság. Aki ügyes, annak sokkal jobb és olcsóbb lehet az élet, aki viszont valamiért a rendszer rosszabb végét kapja el, annak nagyon megnehezítik majd a mindennapjait. Nem kell azonban 2020-ig várni ahhoz, hogy az arcfelismerő rendszerrel bárki fizetni tudjon. A The Guardian cikke szerint az országban az emberek több helyen már egyetlen mosolyjal ki tudják fizetni azt, amit vásároltak. A kamerával felszerelt POS termináloknál már sem PIN-kódra, sem jelszóra nincs szükség, elég, ha a vásárló belenéz a kamerába, mosolyog egyet, és az arcot a bankszámlához, vagy a saját fizetőrendszerhez köti az eszköz. Az adatbiztonsággal kapcsolatos kérdések ellenére a felhasználók átlagosan örömmel fogadják a rendszert. Az elkereskedelmi óriás vállalat, az Alibaba pénzügyi ága, az Alipay például már több mint 100 városban üzemeltet ilyen postterminált. A cég nagy növekedésre számít az ágazatban, és nemrég ki is adta a Smile to Pay, vagyis a mosolyogja fizetéshez rendszert, amelyhez tényleg csak egy tablet nagyságú terminálra van szükség, amely el van látva egy kamerával, amiben tényleg, ha fizetni akarunk, akkor csak mosolyogni kell egyet. Valahogy így néz ki, mutatom képen, jó? Hogyha nem, valaki nem tudja elképzelni, hogy hogy néz ki ez a terminál. Hát kicsit hasonló, mint ezek az automata pénztárak. Ugye ott van benne a két cucc jelen esetben, ugye a vizébe, arcfelismerés, mosoly, és már kacsing, jön is le a pénz ugye a kártyádról. Az szép lesz megismételni majd a műsort, Gábor. Na! Szóval, érdekes, hogy a legtöbb kritika a rendszerrel kapcsolatban nem azért érkezett egyébként, hogy az emberek félnek a megfigyeléstől és aggódnak az adatbiztonság miatt, hanem figyelem, mi ilyenek vagyunk mi emberek, azért, mert csúnyának látják magukat a kamerában. Tehát nem mindegy, hogy mész le a boltba innentől kezdve, mert ha nincs mink vagy valami, akkor hogy fog fölismerni ugye a rendszer. Erre válaszol az Alipay, megígért, hogy hamarosan szépítő filtereket is alkalmazni fog majd ezeken a terminál monitorokon. Hogyha belenézel, szebb leszel, mint a valóságban. Ugye? Ez innentől kezdve, most, ha ezt nem írták volna ide ezt az utolsó mondatot, még el is hinném ezt a hírt egyébként, de annyira hihetetlen, nem? Elhiszem, mert én ne inném el. De mivel messze van Kína, itt tényleg bárki bármit mondhat. Mi meg itt elhisszük Európában, hogy na, ott milyen ország az, itt. Egyébként biztos itt is sokan örülnének neki, hogyha egy mosolyan lehetne csak fizetni, nem? Bár nem, mert itt rögtön mindenkiben a kis tehát itt ugye a hasitasi a menő még mindig, már a bankkártyában sem nagyon bíznak sokan, mert hát ilyen nemzet vagyunk. Nem, hogy itt arcos fizetés, és akkor mi lesz, hogy valaki majd vesz egy ilyen terminált, és a villamoson, ugye az általános tévhit már megint, hogy a villamoson a telefonunkat, vagy a bankkártyánkat, csak az érintő kártyát odaérintik, és akkor lehúzzák a pénzt.
ugye terjedtek ilyen hírek, hát a mosolynál meg aztán pláne elég, ha csak lefotóznak, vagy valami, és már is fizettek a te bankkártyáddal, ugye? Gondolják ezt a teljesen laikusok, abban soha nem gondol bele senki, hogy amögött, hogy egyáltalán pénzügyi tranzakciót tudjál végezni elektronikusan, az gyakorlatilag két bankszámla között megy. Tehát ha neked a bankszámládról bárki leemel pénzt, az egy másik bankszámlára érkezik meg. Tehát ha te bejelented, hogy te nem fizettél meg, téged megkárosítottak, a bankkártyádról leemeltek pénzt, akkor utána tudnak menni, hogy ezt kiemelte le. Tehát olyan nincs, hogy a levegőbe emelik le a pénzt. Tehát az elektronikus fizetés az mindig után követhető. Tehát ezért nem kellettől félni, mert az mindig után követhető. Annak van nyoma. A hasitasinak nincs nyoma. Tehát ha azt elveszik tőled a 4-es, 6-oson, annak nincs nyoma, ott mehetsz a rendőrségre feljelentést tenni, nem valószínű, hogy meg lesz. De a banki tranzakciók általi lehúzás, ha nevezzük így, ami egyébként persze van olyan, meg biztos lehet, de hogy nem a villamoson azt tuti, általában az is, amikor valakit így átvernek online fizetés kapcsán, az azért van, mert valami olyan oldalon próbált ő fizetni, amin egyébként lehet, hogy nem kellett volna, de ez meg most nem, azt, nem a felhasználókat akarom szídni, de egy picit igen. Hát nézzük meg, hogy milyen oldalon adunk meg információkat. Csak azért, mert felajánlják nekünk, hogy 2 forintért kapunk iPhone-t, attól még ne dőljünk már be ennek, és küldjünk, nem tudom, 2 forintot bárkinek is, csak azért, hogy legyen egy iPhone-unk, mert ott az informál nem a 2 forinton fog múlni, meg nem akkor fognak megkárosítani a 2 forinttal, hanem megadod az adataidat, és onnantól kezdve használják vígan a bankkártyádat, ha minden adatodat megadod. Hát itt gondolkodjunk már. Jó? Tehát, hogy... Mert hogy fontos ez, hogy ne... Mert egyébként az ötlet szerintem zseniális. Megint csak. Hát már bankkártyát se kell magunkkal vinni. Nem hagyod el, minek egy plusz eszköz, környezetkímélő nem kell legyártani a jövőben, egy mosoly kell csak, és már is fizetsz. Szerintem ez jó ötlet. És megint Kínában, ahol persze értjük, hogy itt megfigyelik az embereket, meg minden, de én azt kell, hogy mondjam, ez lehet, hogy hülye hangzik, hogy én nem bánnám, ha megfigyelnének ilyen szinten utcai kamerák. Most az a kredit, ez egy más kérdés persze, tehát akinek nincs félnivalója. Most őszintén. Tehát ha jó fiú vagy, és nem követsz el semmi olyan problémát, akkor te jó állampolgár vagy, nem? Ha meg rossz dolgokat csinálsz, akkor meg miért olyan nagy baj az, hogyha rossz dolgokat látja a rendszer, és kiszűri az illegális embereket, vagy az idiótákat. Szerintem ez egyáltalán nem nagy baj. Tehát amíg nem a magánéletedbe vájkálnak, meg piszkálnak bele, addig szerintem nincs gáz. Az, hogy az utcán itt is vannak térfigyelők, amelyek itt is figyelnek, tehát nem kell az Kínáig menni, csak Kínában ez nagy üzemben csinálják szó szerint. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a biztonságunk meg úgy egyáltalán érdekében szerintem egyáltalán nem baj, ha figyelik a szokásainkat. Nem is a szokásainkat, mert az már azért lehet, hogy neccesebb. De az, hogy mit tudom én, az ilyen biztonsági kamerák segítségével bűntényeket föl lehet tárni, le lehet követni embereket, merre mentek, stb. Tehát elég csak visszamenni pár évet ugye a Terész körúti robbantó ügyére, ahol is a kamerákon keresztül voltak képesek lekövetni nagyon sokáig. Hát sajnos nincs bekamera az egész ország, úgyhogy ezért egy idő után elvesztették a nyomot, de nagyon sokáig le tudták követni, hogy merre haladta az emberünk, és aztán csak elfogták. Most persze ebben megint bele lehet menni a kontra, de lehet, hogy nem is ő volt, meg mit történt. Hagyjuk ezt a részét. A lényeg, hogy azért én azt gondolom, hogy ezeknek a technológiáknak az előnyét kell nézni, és nem pedig azt, hogy ezzel bárki is visszaélne. Persze sajnos vissza lehet élni vele. Jó, téves riasztás Windows 10 ügyben. Továbbra is menetelés folyik a májusi, ugye 19.03-as verziószámot viselő Windows 10 terjesztése kapcsán, mivel a Microsoft a hardware, illetve szoftver kompatibilitás biztosítása érdekében nem akarja egyszerre a felhasználók nyakába zúdítani a legújabb funkció frissítést. Most azonban kiderült, hogy néhány olyan felhasználó, akinek a gépén az októberi Windows 10 frissítés, vagyis ugye a 18.09-es, tehát a tavalyi Windows 10 frissítés futott, augusztus végén olyan üzenetet kapott, amely a legfrissebb 19.03-as verzió számú Windows 10 változatának installálására szólítja őt fel. Tehát túl hamar, tehát egy év se telt el, és már is ugye olyan üzenetek jönnek, hogy nem lesz kompatibilis, lejár a támogatottság, ami nem igaz, az előző verziónak, tehát a 18.03-asnak jár, nem a 9-esnek.
A Microsoft közleményt adott ki az ügyben, és hangsúlyozza, hogy a felhasználók továbbra is teljesen szabadon dönthetik el, hogy fölteszik-e a májusi frissítést. Aki nem érzi magát késznek rá, az kattintson az értesítés jobb felső sarkában található nyílon, és egyszerűen eltüntetheti ezt az üzenetet. A májusi funkció frissítés az egyébként bárki hozzáférhet, a Windows Update-ben kezdeményezni kell a frissítések keresését, az automatikus terjesztés azonban az ellenőrzések miatt időt igényel, tehát nem mindenkinél fog rögtön elindulni, amíg valakinek nem frissül. Ugyanakkor már valóban a VGS közeledik az utolsó funkció frissítés előkészítése is, és szeptemberben várható, ugye, hogy a következő verzió is megjelenik, tehát úgy már tényleg egy éves ciklusába ér a 18.09-es verzió is, ami még mindig nem jelenti azt, hogy lejárna. Az egészen jövő év körülbelül ugyanennyi ideig támogatott lesz, tehát nem kötelező frissíteni, de ajánlott. Jó? Rendben. Na jó, hát ennyit a hírekről. Nézzünk inkább hozzászólásokat. facebook.com/fixhd, illetve a Twitch-en is itt vagyunk. Kérem szépen, kezdjük a Facebookkal. György írja nekünk, sziasztok, ehhez mit szóltok? És így nem tudjuk meg, hogy mihez. Addig bármit szólunk bármihez. Rendben. Aztán itt van anyukám is, Elemér is, Gyula is, szevasztok. Dani írja nekünk, sziasztok, USB 4 nem lett ez túl gyorsan. A 2 vs 3 között eltelt pár év, és gondolom, mire minden laptopon elterjed, addigra az 5 is. Nem az a bajom, hogy túl gyorsan terjed, hanem az, hogy a 3-asból is lett pár alverzió, csak hogy összekavarja az embereket. Hát ez a pár évet, én azt mondanám, hogy USB 3, mint úgy, mint szabvány. Tény, hogy van belőle több, ugye itt mert hogy itt tehát csatlakozó váltás is történt, ugye a Type-C miatt, az USB 3-ban, illetve 3.1-ben egész pontosan. 3-nál indult, 3.1-ben manifestálódott, de csak a csatlakozó formája. A laptopban a hagyományos USB-A portok formájában még mindig elérhető az USB 3, és az azért már nem mai darab. Tehát azért az nem pár éve történt, hanem mondjuk úgy azt hiszem, hogy 6-7 éve, mert lehet, hogy még több egyébként létezik USB 3. Most az, hogy közben jön a 4, nem gondolnám azt, hogy ez olyan nagy probléma, hogy így belekerülnek eszközök be. Természetesen 5 év múlva majd már nagy valószínűséggel a legtöbb akkori kapható eszköz már USB 4 lesz. Tehát szerintem ennek nincs igazából, vagy nem mondanám azt, hogy ez túl gyors. Meg egyébként sincs, tehát egyébként sem lehet semmi túl gyors. Látjátok, van rá igény, hát hiszen ugye itt egy technológia, egy új szabvány van gyakorlatilag kilátásban. Itt már Thunderbolt 3-at belefoglalja, ugye a különböző nagyobb teljesítményű eszközök meghajthatók. Már most a sávszélesség az, de a legkevesebb, de az is elég durva, tehát azért az a 40 gigabyte per másodperc, 1 gigabit per másodperc. Tehát hogy azért az egy elég szép sávszélesség. Aztán Józsi írja nekünk, 2 éve használom az arcfelismerést a Face-en, benne voltam a tesztelők között is, a mai napig bekapcsolva van, szerintem hasznos funkció. Hát figyelj, mindenki másképp gondolja, én sem félek tőle, nekem is be van egyébként kapcsolva, ha valaki egy képet csinál rólam, akkor azon automatikusan meg tud rajta jelölni, de ettől függetlenül azt nekem kell jóvá hagyni. Tehát az, hogy megjelöl, az egy dolog, de ha én nem hagyom jóvá, hogy engem megjelölt, akkor úgysem lesz az publikus. Tehát, hogy sem az idővonalamra nem kerül ki, sem nem látja más. Igazából rajta kívül, aki megjelöl engem, más nem fogja látni, csak én, hogy engem megjelölt. Tehát nekem kell jóvá hagyni, tehát igazából ez ilyen dupla biztos, két lépcsős azonosítás, vagy két lépcsős engedélykérés ez is. Aztán Kevin írja nekünk, ez az arcfelismerés dolog tiszta Black Mirror, tényleg be fog következni a Nose Drive epizód lassan. Nem vágom így hírt, a Black Mirror-t vágom, de ezt az epizódot ezt pont nem, tehát nem követtem annyira a sorozatot, egy-két részt láttam belőle. De kétségtelenül megyünk az utópia felé picikét. Nem tudom, hogy ez baj-e, szerintem ez így működik a világ. Nem hinném, hogy
hogy a filmekből kell feltétlenül kiindulni, szerintem az embereken múlik, hogy hogyan állnak hozzá ez a dologhoz. Az előbb, amikor beszéltem róla, akkor azt hiszem, hogy elég sok mellett érvet is mondtam, nem csak ellenérvet. Tehát, hogy azért lehet ezt jó dolgokra is hasznosítani. De ahogy mindent ezzel is vissza lehet élni. Jó, Rozi is itt van velünk, Gyuri is, hát szevasztok mindenkinek, nyugodtan szóljatok hozzá, bőven van időnk, nézzük a Twitch-et, Zsolt, Big Tiger is itt van, szevasz, Zsolt írja, nekünk érdekelni szeretnék, hogy a Synology NAS-ok, mint termékcsalád, mennyire megbízhatók, esetleg tapasztalata van róluk. Hújjajajajaj, otthoni munkavégzésre keresek, jobb minőségű NAS-t tudna-e ajánlani? Szerintem maradjunk a tegeződésnél, Zsolt, jó? Vagy legalábbis én itt úgy szoktam. Köszönöm szépen a válaszát, maradok további tisztelettel. Zsolt, nagyon kedves és udvarias fiatal ember vagy, de nyugodtan tegeződjünk, jó? Hogyha legalábbis, ha én vagyok az idősebb, és ezt felajánlhatom, mert ha fordítva van, akkor én kérek elnézést. NAS, hát figyelj, NAS. Igazából igen, ez egy elég jó márka, azt kell, hogy mondjam. Reméljük az NMHH már túl van azon, és elfelejtette, hogy melyik márkát mondtam. Mert hogy én erre így nem mondhattam volna ezt feltétlenül, de mindegy, igen, tehát hogy a márkásabbak közé tartozik. Hát meg a drágábbak közé is az az igazság, pont ebből kifolyólag. De hát annyira azért nem kell nagyon mélyen a pénztárcába nyúlni. Otthoni felhasználáson azt gondolom, egy tükrös réd bőven elég. Beleteszel két vinyót. Most már azt gondolom, a vinyók elég olcsók, tehát lehet, hogy vinyó nélkül érdemes venni, és inkább külön menni vinyót hozzá, ez csak egy tipp. Bár meg kell nézni, mert lehet, hogy már ott is vannak akciók, hogy vinyóval együtt veszed, és akkor gyakorlatilag összetudod benne úgymond építeni a rendszert, és jól működik. Otthonra is, céges környezetbe is. Én egy-két céggel állok kapcsolatban, ügyfeleim között van olyan, akinél ilyen hálózati NAS van. Ugye a NAS az alapból egy hálózati terminál, gyakorlatilag egy hálózati adattároló, egy hálózati vinyó, amit mindenki elér, ugye ez a lényeg, ha valaki nem tudná. Egy file server gyakorlatilag. És mondom, tehát céges környezetben is jól működik, és otthoni környezetben is tök jó használható. Balázs írja nekünk, sziasztok, szép napot! Tegnap ugye beszéltünk a Digimobilról, tegnap nagy félreértés esett, nem azt mondtam, hogy a Digi semmit se ér, pont hogy ellentétje. Én top 1-nek tenném a szolgáltatást, ingyen használható, korlátlan netet sehol nem kapsz, főleg év után 1000 forint per korlátlan, azt hiszem. Csak nem akarom, hogy valami más szolgáltató felvásárolja, esetleg ott hagyják az egészet, és teljesen megváltozik az egész szolgáltatás. Hát ezt senki sem akarja szerintem, de szerintem ők sem. Tehát ez nem így működik, ezt már tegnap is mondtam, tehát nincs ebben semmi félreértés, csak az elején lehet, hogy így jött le, de nincs harag, meg semmi, nem akarok én senkit támadni ezzel, meg gondolom neked se az volt a célod. A lényeg, hogy valóban várjuk ki, hogy mi lesz. Ez egy tesztszolgáltatás, tegnap is ezt mondtam, meg ugye már beszéltünk róla régebben is. Tesztszolgáltatás, az, hogy ingyen van, ez ebben a formában azért nem igaz, mert ugye a telefonbeszélgetéseket fizetni kell, illetve a mobil internet korlátlansága is azért elég korlátos, ha úgy nézzük, mert a sebesség az azért még bőven nincs ott, ahol majd valószínűleg élesben lesz. Ez az 1000 forint per korlátlan történet, ezt nem tudom, hol hallottad, mert erről nincs hivatalos információ, ezek csak találgatások szerintem, hogy kb. Ide lehet beárazni, illetve hogyha valaki vesz netet, mobilnetet, csak és kizárólag mobilnetet a szolgáltatónak, akkor annak azt hiszem ez az ára, de az egyébként meg nem korlátlan, hanem csak 50 gigás, tehát hogy vannak azért itt dolgok, de az, hogy 1000 forint per korlátlan, ilyet szerintem senki nem mondott, vagy legalábbis nem tudok róla. Biztos fórumokban esett szó ilyesmiről, és sokan szeretnék is, hogy ilyen olcsó maradjon, úgymond, és lehet, hogy annyi is lesz, tehát nincs kizárva, de ezek nem hivatalos információk, és a nem hivatalos információkat meg ne vegyük készpénznek annyira. Amit tudunk, hogy tesztüzem van, jelenleg korlátlan internet hozzáférést biztosítanak, illetve a megfelelő tarifát elkérik viszont percdíjat ugye a telefonálásért. Az, hogy a jövőben, amikor élesben elindul a szolgáltatás, először is, hogy mikor indul el, azt sem lehet pontosan tudni, elvileg az év végéig tart a tesztidőszak, jövőre indul, de
mint ahogy mindenhol itt is várható csúszás, tehát ez csak az én véleményem, hogy szerintem az nem január 1-én fog pontosan elindulni, hanem inkább tehát az év második felére tehető a dolog, hogy élesbe indul, hogy akkor milyen tarifákat fognak piacra dobni, ezt maximum csak sejteni lehet tényleg. Egy biztos, és azt mindenki valószínűleg sejti, hogy olcsóbb lesz, mint a többi szolgáltató. Legalábbis, ha versenyt akar, és sok ügyfelet akar magáénak tudni, egyébként az indulásra valószínűleg az elég sok ügyfele lesz, de azért azt se felejtsük el, hogy ha induláskor nem jól árazza be a szolgáltatását, akkor lehet, hogy nagyon sokan ott hagyják, és akkor viszont azért ezt nem megkockáztatva szerintem kedvező árakat fog adni, tehát biztos, hogy olcsóbb lesz, megmerem kockáztatni, mint az összes többi szolgáltató. De azért ne álmodozzunk 1000 forint per korlátlan internetről, jó? Tehát hogy azért az nagyon olcsó lenne. Aztán, na végre a Huawei is tud 4K 60 FPS-be rögzíteni. Egyébként szoftveresen most is tud, azt hiszem. Ha nem a gyári kamerát használod, akkor egyébként lehet ezzel szórakozni, és a hardware bírja, már pedig a hardware eddig is bírta, azt hiszem a csúcs kategóriás telefonok esetén, akkor lehetett itt nagyobb FPS számmal rögzíteni. Mint ahogy az én telefonomnál is próbáltam az Open kamerát. És ugyan 4K-ba nem tud, de és a gyári adatok szerint a 1080-at is csak 30 FPS-be tudja, olyan gyönyörűen rögzít 60 FPS-be egyébként, csak nem a saját gyári szoftverével, hanem az Open kamerával. Tehát, hogy a 4K-t meg azért nem tudja, mert azt nem tudom miért, még nem tudtam beállítani, de van Advanced Mode, még az is lehet, hogy az is beállítható rajta. Mert hát hogyan nem procival menne elvileg, mint az S8-ba, akkor miért ne tudna? Tehát csak szoftveresen van letiltva benne. Aztán, szintén Balázs írja nekünk, én megállnék az Android Q-nál a Google helyében, és folyamatosan tennék bele újabb funkciókat, mint ahogy a Windows 10 csinálja. Hát ezt csinálja, csak ők még számolnak. Igazából a Windows esetén ugye másról beszélünk, mert a Windows az nem úgy volt, hogy ott elkezdték számolgatni, és akkor ment fölfelé a számozás, hanem egy teljesen össze-vissza számozást alkalmaztak. Ugye a 8.1, kimaradt a 9, jött a 10, és rájött a Windows arra, hogy igazából simán egyszerűen csak Windowsnak is hívhatná, meg úgyis Windowsnak hívja egyébként. Tehát a Windows 10 szinte sehol nincs benne egyébként a Windowsban, már ha megfigyelitek. Tehát csak annyiban van, hogy Windows. Valamiért mégis 10-nek hívják még mindig, de egyébként hivatalosan, ha megnézed, mindig csak Windowsként hívják magukat. Nem a verzió adja egyébként ezt meg, csak még valahol kötik. Tehát, hogy az Android esetén is, ahogy az iOS esetén is egyébként, meg a szoftverek nagy részénél azért kell a verziószám, hogy követhető legyen, hogy az adott szoftver verziók között milyen különbségek vannak, legyen hivatkozási alap. Most a Microsoft egységesít, ha már ezt hoztad ki példaként, ugye platform harmonizál, meg egységesítők, azért döntettek úgy, hogy megálltak a 10-nél, hát számoltak volna tovább, tök mindegy lenne, hogy hívják az oprendszert, nem? Ha most számoltak volna, már Windows 15-nél tartanánk. Egyébként 5 éve jelent meg a Windows 10, tehát az azt jelenti, hogy 2015-ben, akkor 4 éve, bocsánat, akkor most 14-nél tartanánk. Hát most szebb lenne, úgy hívnak, hogy Windows 14. Szerintem olyan hülyé hangzik, nem? De egyébként tényleg nem a neve a lényeg, funkciók meg kerülnek bele, tehát abban nincs hiány, azt gondolom. Balázsnak is úgy látom a Black Mirror jut eszébe egyébként, itt a kamerás megfigyelés kapcsán. Aztán Karin írja nekünk, Hali, itt írsz egy laptop típust 128 giga SSD-vel plusz 500 GB HDD-vel, találtam egy laptopot programozásra. Ez a mennyiség SSD-ből elég kisebb grafikai programozáshoz? Hát igazából elég. Hát most ugye az SSD az ugye háttértár, tehát hogy 128 gigás SSD nem a legnagyobb darab, ez kétségtelen, de hát ki tudod cserélni, én azt gondolom, ha akarsz nagyobbat. Most érdemes SSD-t venni, mert most egész olcsó, tehát ez bármikor tudod cserélni. Én nagyobbal venném, ha gyárilag ennyivel adják, akkor oké, aztán majd veszel vele egy nagyobbat.
De nem muszáj, mert ha csak a rendszert futtatod róla, meg néhány programot, hát néhány tehát programokat, akkor igazából az SSD-nek az oké. Adatokat ne oda mentsd, hanem ha már van benne HDD, akkor az adatokat a HDD-re mentsd, vagy külső meghajtóra, de hát ha van benne is, akkor benne is hagyhatod, de ettől függetlenül a mentéssel azért foglalkozz, hogy legyenek meg az adatok. Programozásnak ez túl sok köze nincs. Tehát a programozás az attól függ persze, milyen programozás, az, hogy grafikai programozás, ezt nem egészen vágom, hogy az egész pontosan mit akart akarni, mert ebbe is lehet sok minden. De szerintem, ha videóra gondolsz, akkor az ugye a videónak a videótól függ, hogyha 4K-s videókat renderelgetsz, meg legalábbis a felbontás, minél nagyobb felbontás és minél nagyobb pixel sűrűségű videókkal vagy képfájlokkal dolgozol, annál több memóriát eszik a gép, és annál jobban tekeri természetesen a háttértárat is. És azonnantól kezdve jó, ha az egy SSD, tehát igazából én azt gondolom, a mai gépekben amúgy is elvárás az SSD, vagy legalábbis nálam már egy picit az. Tehát ma is volt szerencsém egy olyan gép előtt ülnem be, vinyó volt, hát megint beőszült egy pár hajszálom, tehát hogy pedig csak bekapcsoltam a gépet, és 2 perc volt, mire fölállt a Windows. Na most, amikor egy SSD-vel ellátott számítógépnél, és még csak nem is nagy teljesítmű számítógépnél, ez leredukálódik ilyen 10 másodpercre, vagy még annyira se, akkor azt hiszem az egy kicsit kellemesebb dolog, mint hogyha 2 percig malmozol, hogy egyáltalán betöltsön a Windows. Tehát, hogy azért ebből a szempontból mindenképpen fontos az SSD, nem csak programozáshoz, hanem szinte már tényleg minden, ez már egy office alkalmazás, vagy office-oláshoz is. Jó. Aztán Ádám írja nekünk, szia, ezzel a kínai megfigyelési rendszerrel az a problémám, hogy a jó-rossz állampolgár kérdése nagyon relatív. Szerintem ez nem bűnügyi, mint sem inkább politikai szempontból értékelik, ami nem túl bíztató. Elképzelem azt, hogy Magyarországon ki lenne a jó állampolgár? Ja, hülye vagyok, hiszen tudom, 4 gyerek, 16 unoka. Pont. Mint mondtam, mindent lehet jó, meg rossz dolgokra vagy oldalról is használni. Az utcán lévő történéseknek a politikai vonatkozása, én ezt azért nem tudom, hogy ez ebből az. Tehát, hogy ez szerintem vannak olyan dolgok, amiben nem feltétlenül kell beletevernie a politikát, inkább a bűnügyi részét, azt talán inkább, ugye, hogy esetleg a hatóságok jobban a körmére tudnak nézni esetlegesen elkövetőknek, látják a szabálytalanságokat, ki hova parkol, ez majd Magyarországon is működik, tehát ez nem kell Kínáig menni, ugye? Hát, velem is történt már ilyen, hogy rossz helyen várakoztam, aztán gyűjt a csekk, mert a kamera fölvett, tehát volt már ilyen, és szerintem ezzel vagyunk így egy páran, és nem Kínában vagyunk, hanem itthon. Tehát ha ilyen dolgokra, és nem mondom, hogy azt, hogy nem hibáztam, mert persze, hát most az ember ilyenkor oké, tehát hogy ezzel nem kell haragudni, vagy nem kell ezen fölháborodni, az ember hülyeséget csinál, akkor vállalja a felelősséget természetesen. Na most ezek a kreditrendszerek, az sem újdonság, az Egyesült Államokban nagyon régóta működnek ilyen kreditrendszerek. Egyébként itthon is. Tehát ugye, ha csak az autós közlekedést nézzük, itt is van kreditrendszer. Sok büntetőpont után, egy idő után elveszik a jogosítványokat, meg ilyenek. Tehát, hogy azért ez működik. Csak sajnos a szankcionálás része működik, de hát ez minden rendszernek a sajátosság, hogy inkább büntet, mint sem, jutalmaz. Ez megint csak nem magyar specifikus, hogyha most itt ebből indulunk ki. A jó állampolgár az pedig, jó, ebből az esetben tényleg elég hülyé hangzott, hogy most itt ahogy a cikkbe is így hangzott el, mert azért az, hogy az utcán látnak embereket, és az alapján megítélik, hogy ők most jók-e vagy sem, szerintem ez a része baromság, de a bűntények felterítésében mindenképpen fontos lehet, én azt gondolom. Úgyhogy politikát meg ne keverjük bele. Tehát azért valaki elmegy az utcán, csak úgy, és egy kamera felveszi, attól még szerintem politikailag ott semmit nem. Mit lehet ott csinálni? Ha csak nem tüntető, mondjuk. Mert akkor oké, akkor be tudják azonosítani, hogy valószínűleg azért van kint egy tüntetésen, mert nem tetszik a rendszer, ugye? Tehát, hogy ez oké. De hát az megint csak, azt kell mondjam, hogy ez megint csak nem kell Kínába menni. Tehát itt is a tüntetéseken ott vannak a kis izés,
hogy hívják, tenger alatt járó autók, ugye a kis kamerájukkal nézelődnek ki a rendőrbácsik, aztán figyelik az eseményeket. Ki tudja, mire használják ugye azokat a felvételeket azonosításhoz, ha történik valami. De amúgy meg ki tudja, mihez használják, ugye? Tehát, hogy... Na, de nem beszéljünk ilyenekről, mert még a végén elindul valakinek a fantáziája. Úgyhogy... Ennyi. Hát persze, hogy ez az embereknek annyira nem tetszik, de hát, hogyha nincs okod arra, hogy ne tetszen, akkor igazából. Tehát felőlem, aztán engem minden nap vesz egy kamera, aztán most mit, ha hőbörögjek rajta? Sőt, még nem, hogy vesz, de sugároz is. Bár úgy értem, hogy kisugároz az internetre, meg a tévében, meg mindenhova. Jó. Aztán... Én úgy vagyok ezzel az adatgyűjtéssel kapcsolatosan, tőlem csinálhatják nyugodtan addig, amíg nem csinálnak valami kárt magánéletem részéről. Balázs írta ezt nekünk a Twitch-en. Dettó, én is ugyanezt gondolom, vagy ugyanezt gondolom ezzel kapcsolatban. Amíg nem mondják meg nekem, hogy éljem az életemet, megmondják azt más, az élet más területén, sajnos, addig nekem aztán olyan mindegy, hogy felvesznek a kamerával, mert én tudom magamról, hogy én nem csak semmi olyat, amit szégyelnem kellene, az utcán legalábbis, a többit, a négy fal között mit csak, az meg senkinek semmi köze nincsen, nem? Tehát azt azért nem fogják bekamerázni remélhetőleg, itt az utcáról beszéltünk. Amit viszont el is várok, tehát hogyha mondjuk megtámadnak az utcán, és elmenekülnek, vagy kirabolnak, vagy valami, akkor azért mondjuk azt ugye elvárna az ember hatóságoktól, hogy legalább valami nyomon elinduljanak. És ha mondjuk be van kamerázva az egész város, és végig tudják követni, hogy merre futottak az adott elkövetők, akkor azt gondolom, hogy ez az én érdekem is. Tehát ez nem csak a rendszer érdeke, ez a dolog, hogy megfigyelhetőek legyenek az emberek. Ezt ugye sose értettem, hogy ettől miért fél mindenki ettől a megfigyelésre. Szerintem csak azok félnek a megfigyeléstől, akiknek van valami rejtegetni valójuk. Én, nekem ez a véleményem. Nem muszáj egyet érteni, de azt gondolom, hogy szerintem ez így van. Lehet ellenérveket mondani, hogy szerinted miért gáz az? Tehát, hogyha téged ne vegyenek fel. Mert? Mondjál rá okot. Mert én nem tudok rá magam életéből így okot mondani, hogy miért ne vegyék fel, hogy az utcán közlekedek. Hát vegyék. De gyorsan hajtok rendszeresen. Hát ne hajtsd gyorsan. Vagy mit én, megverek embereket az utcán? Hát persze az ilyen embereket, persze, hogy nem szeretik, ha felveszik őket. De hát akinek nincs félnivalója, az miért ne vennék föl? Tehát, hogy... De ez érted, de nem? Vagy most mit tudom én, van ilyen, annyi ilyen hülye van, már bocsánat, hogy mit a bevásárló központokban is, ott is mindenhol kamera van, meg ilyenek, ki van írva. Valakit izgat ez? Őszintén. De ha valami történik, akkor neki jogai vannak, azokat nem lehet azokat a kamerákat fél. Miért nem? Hülyeséget csináltál, rajta a kamerán, most mit akarod tagadni? Ugye? Mert láttam már ilyet. Hogy bolti lopás valami plázában, és akkor ott az emberünk, az ott arra hivatkozott, hogy amikor mondta biztonság, hogy a kamera felvette, hogy hát ő nem adott rá engedélyt, de adtál rá engedélyt, amikor bementél a boltba. Ki van írva? A kamera, a megfigyelt terület. Az azt jelenti, hogy ki van írva? Itt van. Az azt jelenti, hogy bemész, ott megfigyelnek. A te döntésed ezek után, hogy te bemész-e vagy sem? Bementél. Magyarul beleegyeztél. Tehát olyan nincs, hogy te nem egyeztél bele, akkor minek mentél be? Tehát, hogy ezeket értsük már meg, hogy lehet jogilag ilyenekkel dobálózni, de természetesen ki veszi mindig elő az ügyvédet, vagy ki játsza mindig az ügyvédet, akinek van valami vaja füle mögött, nem? Mert egyébként egy átlag embernek miért kellene ilyesmivel dobálóznia, nem? Vagy milyen félnivalója lenne? Én csak ebbe tudok belegondolni, hogy tök reálisan, hogy én miért hisztiznék ilyenen, hogy engem fölvesz egy kamerát? Vegyen! Nem? Nem így mondják? Na Gábor, ne essünk túlzásba, jó? Jó, na, még van egy 2 perc a műsorból, úgyhogy ha szeretnétek, akkor bátran lehet kérdezni. Ádám írja, hogy arra gondolok, hogy bizonyos problémás embereknek követni tudják a mozgását. Hát kövessék is, a problémás embernek kövessék is a mozgását. Szerintem ez alap, nem? Tehát, hogy legalább ez biztonsági kérdés. Tehát, hogy így, hogy szerintem egyáltalán nem gáz az. Más kérdés persze, hogy ugye
a gyanús emberek azok mi alapján gyanúsak. Tehát amíg nem követnek el semmit, addig csak gyanú van. Ugye? És már van, hogy néha a rendőrök, vagy biztonsági őrök, néha a gyanús embereket is idézőjelbetéve vegzálják, és az mondjuk nem szép dolog. Tehát engem is állított már meg úgy, és igazoltatott úgy rendőr, hogy az semmit az ég adta egy világon nem csináltam, és akkor, amikor még megkérdeztem, még ő volt fölháborodva. De hát az ember ezt így lenyeli, mert utána megmagyarázta meg, hát elnézést mondjuk nem kért, de olyan is volt már, hogy igen, tehát a közúti ellenőrzésnél még ő kért bocsánatot, hogy megállított, de volt olyan, ahol nem. Még ő neki állt följebb, hogy ő neki ez kötelessége, mert hogyha ő meggyanúsít valamivel, mondom, de mivel? És azt meg már nem mondtál, és mondom, meggyanúsít valamivel, de nem mondja el mivel? Ez micsoda? Tehát innentől kezdve akár tovább is vihettük volna az ügyet, de nem mentem ebbe bele. Szóval ez már innentől kezdve a hatóság gónis, vagy az adott emberem múlik, inkább nem akarok általánosítani itt a hatóság működésére, mert az se lenne szép dolog, mert mindig vannak természetesen kivételek, mint ahogy a hülyék, mint ahogy mindenhol vannak hülyék is, és vannak normálisak is, tehát hogy én azt gondolom, hogy az, hogy valaki gyanús, vagy valamilyen dolgot csinál, ahhoz pont a kamera az, amivel bizonyítást lehet nyerni, hogy tényleg megtette el, mondjuk. Jó, Jenő írja egyébként a kamerával megfigyelt terület, ha nagyon akarnék kötözködni, akkor beleköthető, mert nem mindegy, hogy megfigyelt vagy rögzített. Hosszú téma, nincs rá idő, de tudnék erre élő példát mondani, hogy nem mindegy. Pontosan tudom, a GDPR ugye ezt elég rendesen gondolom én te is, mint rendszergazda, vagy nem tudom, találkozol ezzel a kamera telepítések kapcsán, hogy mikor mehet a kamera, meg mikor nem, meg kit, hogy figyelhet, meg stb. Stb. Kétségtelen, bár egyébként az, hogy megfigyelés, abban szerintem benne lehet a rögzítés, mert miért ne? Tehát ez már innentől kezdve jogi kötözködés valóban. Mert az, hogy a technológia lehetővé teszi az adott élő videót, mondjuk te visszatekerd, azt meg csak úgy lehet megcsinálni, azt, ha azt lerögzíted, valamilyen szinten rögzíted, az más kérdés, onnantól kezdve adatvédelmileg a rögzített anyaggal mi történik. Ugye, hogy azt meddig lehet megőrizni, milyen célra lehet felhasználni, ez inkább a GDPR kérdés, vagy ez inkább a jogi kérdés már ebből. Az, hogy megfigyel maga a kamera, és arról felvétel készül, szerintem az a megfigyelés, mint szó, bár itt most lehet szavakon lovagolni, meg abba is belekötni, de szerintem az, hogy megfigyelés, az egyenlő az, hogy rögzít. Hát egy kamera mindig rögzít, csak van, hogy ezt valós időben teszi, és nem marad meg a nyoma utána, van, hogy viszont igen, és bármikor visszanézhető. Mint ahogy ez a műsor is remélhetőleg visszanézhető lesz, ha a Gábor ügyesen megoldja. Hiszen a műsoraink visszanézhetők a Fix TV oldalán, tehát mi is meg vagyunk figyelve, sőt, rögzítve vagyunk, de ez a ti érdeketek, hiszen ha lemaradtatok a műsorról, akkor újra meg tudjátok, vagy ennyire tetszett, akkor újra meg tudjátok nézni. Ha pedig élőbe szeretnétek újra megfigyelni engem, akkor holnap kell ugyanebben az időben beülni a TV képernyők elé. Én itt leszek, szevasztok!